Üdvillő módon mindenkinek! A körömben egyre többen kezdik megkedvelni az elektromobilitást, és ugyebár ezeknek a hátul ütővivel is találkoznak. Konkrétan, például kedves barátom vásárolt egy Datsun ENV 200 Evalia 40 kW-os változatot, és hát ugye nagyon-nagyon nagy örömmel hozta haza, gyönyörűségesen 50 kW-ot gyors töltőn töltötték menet közben, pikpak hazajöttek, meg minden, azt így leponyult az arcuk, hogy a 10 amperes töltővel nem is tölt olyan gyorsan. Ugye ilyenkor mi van, hogy lehetne ezen gyorsítani, címszó alatt fel is kerestek rögtön, mintha én valami szakértő lennék, hát nem vagyok az, de azért valamivel több a tapasztalatom benne, mint nekik, ez így igaz. Na de nagyon örvendek egyébként, hogy megkerestek ezzel a dologgal. Ugye kiderítettük az autóról azt, hogy 7,2 kW-os töltőt lehet hozzá használni, tehát egy fázison tud csak töltést felvenni, és egy 32 amperes töltőt kellene hozzá varázsolni. Fogalmuk sincs mi az, hogy tipe 1, tipe 2, nem tudják egyáltalán. Na, mivel már mi járatosak vagyunk benne valamivel, láttunk már ilyet is, olyat is, éppen ezért rendeltünk egy tipe 1-es 32 amperes töltőt, ami állítható, a legfontosabb, hogy állítható. Gyönyörű szép, pedig közelebb jövök, hátha itt akkor a kamera is rá fog tudni zoomolni. Le van merül a másik kamerám, úgyhogy most ezzel kell videózok. Egy szép Teslát tettek ide rá gyakorlatilag. Sukó dugóval rajzolták fel, ez nem igaz. Ide olyat tettek, amilyet tettek. A lényeg az, hogy nekünk ez egy tipe 1-es kábellel szerelt, ipari csatlakozóval szerelt kivitel. 6 és 32 amper között lehet elvileg állítani, hogy mennyi a valóság, ezt kikederítsük, mert a hálaírás ennyi féle. Nyissuk ki! Tehát, gyönyörűségesen bele lesünk a dobozba. Ó, nagyon szépen be van csomagolva. Egy Unser manuelt kapunk hozzá. Evi Charging Mode 2-es. Modell A, van Modell B, és van Modell C. Na most ez ugye különböző fajta. Szerintem mi a Modell A-t kaptuk. Igen, a Modell A-t, azaz a hosszú csikok vannak rajta. Nekem az előző változatom még a Modell B volt egyébként. Itt is ír egyébként, hogy 640 amper maximum, 640 amper maximum. Tehát ahány leírás találsz, annyi féle kombinációt írnak hozzá. 632-ig állítható hivatalosan, de nekünk a Modell A van, ehhez meg más leírás tartozik. Na mindegy. Végül is ezeken nem akadunk fent, ezen már ilyen díszcsík villog fel le, meg mit tudom én, de ugyanúgy van rajta normális kijelző is. Természetesen az egyfázisos változat, a Modell C a háromfázisos változat, ugye. Ő az, aki 3x32 ampert tud ugye átvinni magán. Lássuk akkor a készüléket. Ipari csatlakozót szereltek rá, remélem jól látszik. Ugye semmi bonyolult nincs benne, fázis, nulla és a védő. Nem tettek rá sukót, pontosan azon okból, ugyanis lennének olyan elvetemült, hát úgy mondom, hogy gazemberek, akik simán bekapcsolnák 25 amperrel, illetve hogy 25-re nyilván nem állítható, de hogyha 24-re állítható, simán felkapcsolnák 24 amperre a sukós dugós változatot, de ezt meggátolva ipari csatlakozóval látták el. Nyilván itt van a kis eszköz. Hát ez ugye nagyon hasonlít az enyémhez, és ami a lényeg, tipe 1-es, ugyanis a Datsunokat, már legalábbis azt a változatot, az Evaliát, meg nem csak az Evaliát, szerintem az összes EMV 200-asokat tipe 1-essel szerelték. Mi van még itt a dobozba? Kettő ilyen kis kulcskártya, ez gyakorlatilag ilyen időzítés, meg egyéb ilyen valami nyavajaságokra alkalmas. Az az érdekes, hogy itt szó se esik a kulcskártyának a használatáról, de szó esik róla. Igen, időzítő, 2 óra, 4 óra, 6 óra, meg kikapcsolás, arra való ez a
valami. Hát a való életben ezt nem használjuk ugye egyáltalán semennyire sem. Na ugye kiválasztottuk ezt a modellt, ugyanis ez nagyon jól tud tölteni, tud kisebb amperrel is, nagyobb amperrel is tölteni. És feltette a kérdés, hogy miért nem inkább fali modellt vegyünk, mert hogy a fali modellben gyakorlatilag lenne egy type 2-es ajzat, amivel a saját utcai kábelével tudna ugye tölteni idézőjelbe, és ezt később is tudja hasznosítani. Hát az a helyzet, a fali modell az sokkal drágább. Ez sokkal olcsóbb. És nagyon jó. Gyakorlatilag. És akkor ott jött a következő kérdés, mi szerint mi van akkor, ha ők vesznek még egy elektromobilitás autót, és akkor azonban nem type 1-es lesz, akkor feleslegesen vettek ilyet. Akkor mutattam nekik ezt a kis átalakítót, ami type 1-ből type 2-t csinál, ugyanis ez gyönyörűségesen átalakítható, innentől kezdve egy type 2-es töltőnk is van. Jó, hát ez még nem az övék, ez a kis hordó. A hordót külön lehet megvásárolni egyébként, egy ilyen 100 euró forma körülbelül az ára. Külföldről is meg lehet venni, itt helybe is meg lehet venni. Type 1, type 2 átalakító néven kell rákeresni a dologra, létező. Angolul azt hiszem azt is mellé kell írni, hogy barrel. Na, a lényeg az, hogy ugye ezzel a kis adapter segítségével, majd vesznek majd ők is egyet, a szükségük lesz, akkor onnantól kezdve nekik egy univerzális töltőjük lesz, ami 6-32 amperig hordozható, és bármit tudnak vele tölteni. Nekem szükségem volt egy ilyenre, ugyanis hozzám is jár egy Datsun tölteni, egy Datsun Leaf 2-es, úgyhogy egy az egybe nagyon-nagyon jó hasznát veszem én is. Az enyém ugyancsak 16 amperes töltő, de nem is nagyon tudok a napelemből többet kiszedni. Talán a 20 ampert karcolgatnánk alapvetően, de nem hiszem, hogy hát azért egész nap nem tudnánk a 20 ampert kiszedni. Nincs még akkor a napelem mennyiségünk per pillanat felszerelve. Ami késik nem múlik, majd egyszer lesz talán, de 16 amper az már egész nap. Valahogy életet kéne lehelni ebbe a készülékbe. Hát nekem nincs ipari csatlakozóm, de mi meg tudom oldani egyébként, hogy leheljünk bele kis életet. Szóval, tehát a teszt erejéig én megoldottam, hogy kapjon egy fázist a készülék. Szépen mutatja, hogy zöld. Látszik-e? Persze, hogy nem látszik. Ő azt a zoomot. Na várja. Talán így most látszik. Tehát zöld. És akkor most kéne a kijelző jöjjön, tehát visszazoomolunk. Na szóval ez így most mutatja, hogy jelen pillanatban 27 fok van, nincs védővezető, ott a kis felkiáltójel mellett, igen, azt nem kötöttem be azt a vezetéket, 32 amperes a töltéslimit, 0 amperrel töltünk, és 0 kW ment be az autóba, 0 perc, 0 másodperc a töltési idő. Ha minden igaz, hogyha én erre itten rátappancsolok, 10 amper, 16 amper, 20 amper, 24 amper, 32 amper. Na, tehát ezek az állítási lehetőségek, köze nincs a 6 amperhez. De ez mindenféleképpen egy nagyon jó dolog, hogy be is állítom nekik itt egy ilyen 20 amperre. Szóval tehát a leírás annyiféle fajta, így a gyakorlatban. A valóság viszont az, hogy ő tud 10 amperrel tölteni, 16-tal, 20-szal, 24-jel és 32-vel a gyakorlatban. Természetesen, mivel ilyen, úgy mondom, hogy nem kis pályásoknak készült ez a töltő, nyilvánvaló, aki vesz egy 32 amperes töltőt, annak azért van hozzá amperje is, gondolom, nagy valószínűséggel. Ők a felsőbb tartományokat szeretnék majd kihasználni, az ilyen 20-24-32-t legalább, tehát 16-ban ők nem is gondolkoznak ugye egyáltalán. De 40 kW-os akupakhoz bőségesen elegendő is lesz szerintem nekik mindenféleképpen. Plusz ráadásul majd meg tudják majd határozni, hogy mennyi tartalékot hagyjanak egy fázison, azt hiszem 32 amperes a biztosítékuk is, úgyhogy nyilvánvalóan a 32-t szerintem csak akkor fogják erőltetni, hogyha nagyon muszáj, tehát ez egyértelmű, meg képítik hozzá megfelelő vezetékelést, meg mindent. Nagyon jó kis készülék egyébként. Mondom, ugyanazt tudja, mint az enyém szerintem, nagy valószínűséggel. Mutatja azt is, hogy a földelés hiánya megvan. Tölteni tölt, földelés nélkül is, csak mutatja, hogy nincs ott. Ha véletlen megjelenik a földelés, akkor újraindul a töltés.
az enyém is úgy csinál gyakorlatilag. Ugye például, hogyha invertérről töltünk, akkor nálam is ezt mutatja, hogy nincs földelés, pedig van igazából, de nem tudja a nullához képest kiszámítani, hogy mi történik, vagy mi nem történik. Persze ez nem okoz gondot, egyrészt az autó nem ráz egyáltalán, másrészt a töltőnek nem okoz gondot, hogy úgy töltsön. Ha hálózatról fognak vele tölteni, akkor viszont ilyen problémájuk nekik nem lesz, hogy ott felkiáltójel lesz benne. Na hát én ennyit szántam erre a dologra. Ha esetleg valaki ilyen problémákkal küzd, hogy van neki egy Datsun Evaliája, meg van neki egy mondjuk egy Datsun Leaf 2-ese is például, és nem akar drága töltőt venni hozzá, de viszont akar gyorsan is tölteni, lassan is tölteni, akkor neki ez egy nagyon-nagyon jó választás ilyen szempontból. Ugyanis ez jelen pillanatban a videó felvételekor egyébként 150 ezer jó magyar forintért megvásárolható. Rohamosan bukik a pénzünk, úgyhogy ezt nevet készpénznek, hogyha sok idő múlva nézed a videót. Azonban lesz egy töltőt, lesz egy Type 1-es csatlakozód, amivel lehet az Evaliát tölteni, és hogyha beruházol még egy 100 eurós költségre, onnantól kezdve lesz egy Type 2-es töltőd is egyben, ami mind a kettő feladatot ki tudja szolgálni, és tökéletesen működik, megjegyzem, tehát ez is 32 amperig terjedő egy fázison gyakorlatilag. Na remélem, hogy tudtam valamit segíteni ezzel a videóval. Ugyanakkor, hogyha ilyen problémád van, hogy töltőre van szükséged, merem ajánlani a Zenkart. Keressél rá, gyakorlatilag, mert jó dolgokat forgalmaznak. Legalábbis ezek a változatok, amiket kipróbáltam, nagyon-nagyon jók egyébként. Következő videóig is, na csá!